Elérkezett askarácsony napja a székesfehérvári Aska állatotthonba. Az ünnepek közelettével bizony a menhely közel 300 kutyusának is szüksége van egy kis szeretetre és támogatásra. Askarácsony napja mindig arról szól, hogy egy kis ajándék is kerüljön a fa alá, de leginkább arra, hogy eljönnek a régi védenceink hozzánk, és meglátogatnak minket. Ez immáró hagyomány, nem tudom megmondani, hanyadik éve tartjuk így ezt a napot, általában egy héttel karácsony előtt. A ma délelőtt folyamán is már rengetegen voltak nálunk, nagyon sok régi védencünk ellátogatott, és ahogy a fa mellett látszik, természetesen érkeztek az adományok és a kutyatápok és a kutyakonzervek, hiszen erre van leginkább most szükségünk a tél folyamán. Az állatotthonba kihelyezett karácsonyfa alá egész szombaton gyűltek az adományok a gazdit kereső kutyusok számára. Molnár Tamásné elmondta, ilyenkor az ünnepek előtt szerencsére sokan gondolnak a menhely lakóira, ám nagyon fontos, hogy csak az fogadjon örökbe kis kedvencet, aki felelősségteljesen tudja gondozni egész életükön át. Akik pedig már családtagjukkal fogadtak egy kutyát, a karácsonyi időszakban ne hagyják, hogy csokis vagy nehéz fűszeres ételeket egyenek. Maradjunk annál, hogy a karácsony az a szeretet ünnepe legyen, és szeretgessük, simogassuk, nagyokat sétáljunk a kutyáinkkal, de nagyon figyeljünk arra, hogy mit adunk nekik enni. Azoknak a kutyusoknak pedig, akik nem bent élnek lakásban, nem kinn élnek udvaron, fokozottan figyeljenek oda a gazdik arra, hogy ne fázzon meg, ne fagyjon be a vize, hanem talán olyan hideg éjszakák lesznek, és hogy közel ennek az ünnepek szilveszter közelettével arra, hogyha megindul a tűzijáték, akkor ne tudjon elszökni az a kutya. Az Aska állatotthon egész évben várja a segítő kezeket és adományokat. Januártól a legjobban kutyatápokra, konzervekre, tisztítószerekre és rongyokra lesz szüksége a menhelynek.